Ügyfélkapus ügyintézés, szinte már rutina belépés adó ügyek intézésénél, vagy bármilyen más elektronikusan intézhető hivatali ügytípusnál. Az elektronikus közigazgatás tovább bővül januártól, és elindul az e-papír. Az új szolgáltatással közvetlenül az állampolgárokat szólítja meg a közigazgatás, ugyanis bárki számára lehetőség nyílik minden egyes hivatali ügyet a digitális térben intézni. Januártól pedig a jogszabályi rendelkezések értelmében az állampolgároknak lehetőségük lesz arra, hogy sokkal szélesebb körben keressék meg az úgynevezett e-papír keretében ügyeikkel az állami igazgatást. Én azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan lépés, amely a jó állam megteremtését szolgálja, és egyébként kapcsolódik a digitális jóléti programhoz is. Én bízom benne, hogy ez az ügyfeleknek a megelégedésére fog zajlani. Egy biztos, egy újabb lehetőség a számukra, hogy az ügyeiket még gyorsabban és még hatékonyabban tudják intézni. A pénteki a települési önkormányzatok jegyzői számára szervezett tájékoztatón a rendszer informatikai és jogi hátterét részletesen ismertették. Elhangzott a 2015-ös ide vonatkozó törvényben az önkormányzatok elektronikus ügyintézést biztosító szervként szerepelnek, a hivataloknak is lehetőséget kell nyújtani a személyre szabott elektronikus ügyintézésre. Az új komplex rendszeren keresztül hivatalos levelek juttathatók el az önkormányzatokhoz, és az egyes ügytípusokhoz kapcsolt díjakat, illetékeket is itt lehet majd befizetni. A szolgáltatás ügyfélkapu és az ügyfélkapu melletti elektronikus azonosítási lehetőségekkel vehető igénybe. Az e-papír tesztüzeme nyáron lezárult. A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban pedig 8 olyan, a teljes államigazgatást érintő fejlesztési program is elindult, amelyet a kormányhivatalok hajtanak végre. Az államigazgatásban csak nem 300 különböző szakrendszert használnak, ezek sok esetben nem kommunikálnak egymással, a fejlesztés része ezek összekapcsolása. A programok egy része az már a megvalósítás szakaszába elérkezett. A közeljövőben a megyei kormányhivatal intézményei számítógépeket fognak kapni nagy mennyiségben, ami lehetőséget biztosít a számunkra, hogy azokat az elavult eszközöket, amelyel a munkavégzés küszködés a kollégáinknak, valamint a nyilván az ügyfélnek az ügyintézését is lassítja, ezeket kicseréljük modernebb gépekre. A programnak a további lépései azok pedig a jövő tavasszal várhatóak, tehát a nagyobb informatikai rendszerek összekötése, fejlesztése az egy nagyobb időterv. A rendezvényen elhangzott, az e-papír januártól már élesben működik, jövőre az első negyedév végére több százezer, de akár milliós nagyságrendű beadvány is érkezhet a rendszerbe.